És akkor ami Brazíliában a Palmeiras Corinthians foci történelmi vetélkedés, az itthon a Fradi Ute, amelyet a Daily Mail a világ 50 legfontosabb derbének listáján a 21. helyre rangsorolt. Zöldek és illák összecsapása a hétvégén az ülői úton, ezúttal legfeljebb alsóházi a szórangadó értelmében, mégsem kell magyarázni örök fontosságát esélyfelmérés a két csapatkapitányal, Balajca Szabolcs és Rózsa Dénes a stúdióban. Jó reggelt, kívánok, szervusztok! Reggelt. Ö, urak, nem furcsa egy kicsit, két ősi ellenfél, két cséká, és eredendően egyik sem Újpestnek vagy Fradistának született. Ki, mikor lett azzá és hogyan? Hát, e, me, nehéz, a nehéz, a nehéz megmondani, hogy mikortól. Nekem ez a hetedik szezonom a Ferencvárosnál. Az első idő, idényem nagyon jó sikerült, rögtön bajnokok és kukpagyőztesek lettünk, utána négy évre távoztam a, a, csapattól, de úgy kerültem vissza, hogy, hogy már annak neveztek, és a, főleg mióta a csapat megválasztott kapitánya, azóta mondhatom, hogy, hogy, ez, hogy hatal... az, vagy. Hogy, igen, mondjuk, Szabos? mondjuk. Nekem ez a hatodik évem Újpesten, Mindenki tudja, hogy kaposvári vagyok, én onnan, onnan kerültem. Hát a zöldbe indultál. A zöldbe indultam, igen. <laughs> igen. És hát én is már talán a második évben vagy a második év végén már csapatkapitány lettem, és hát kisebb-nagyobb megszakításokkal az is vagyok már majd vagy négy éve. Ez most háború lesz, férfias küzdelem, békés játszadozás, mire számíthatunk? maradjon a második férfi a, sérték, a mi ami részünkről, a szurkolók részéről biztos, hogy háború. Mind a két részen nyerni szeretnénk, ez egy nagyon fontos mérkőzés a klub életében, a mi életünkben, a szurkolók életében. Ez az év meccse, ahogy, ahogy tudjuk is. Igazából mindenki erre készül. Mi is már elég régóta foglalkozunk ezzel a mérkőzéssel. Mindenféleképpen fontos ez mindenki számára férfias küzdelmeben megegyezhettek. Igaz? Megegyezhetünk férfias küzdelemben, mi is látjuk már, hogy a szurkolók már múlt héten vagy hétele volt óta készülnek, festik a transzparenseket, kiírásokat csinálnak, úgyhogy náluk ez szerintem náluk kicsit több, mint férfias játék. Hmm, tehát inkább háború, de a háború az ne olyan legyen, ami, ahol nehéz tűzérséget vetnek be, tehát azért az jó van, hogyha ha nem tudom egyébként mennyit tudnak ilyenkor segíteni a vezéregyénységek. Mármint, hogy egy, egy, egy ilyen ö... játékos háború medrébe terelni az ügyet. Egy darabig ö, voltam én is ilyen szituációban, ugye mert azért mögöttem is vannak, hogy egy darabig ö, lehet egy csapatkapitánynak ezt kezelni, de egy egy idő után ezt már nem, ha esetleg elfajulnának a dolgok. Az elmúlt időszakban komolyabb ö, az, hogy atrocitásról nem, nem hallottam, nagyon kultúráltan és nagyon jól buzdítottak minden két oldalról minket, nem hiszem, hogy probléma lenne bármi érem. Az előjelek jók mindkét oldalon, tehát győzelemmel melegített mindkét csapat. megjött -e ezzel az önbizalom, vagy az előtte is ott volt, csak a játékkal volt gond, kinél, kinél? Hát igen, nálunk eléggé akadozott a játék, illetve a helyek közel jó játszottunk, csak az eredmények nem jöttek. Az önbizalomról azért a döme segít a játékosokon, nagyon pozitív hozzáállást tanúsít. Próbálja mindig a pozitív oldalról értékelni a mérkőzéseket, a játékosokat felkészíteni. Azért nehezebb egy olyan helyzetben, amikor nem tudunk pontokba feljebb küzdeni a tabellán, de mindenféleképpen most nagyobb önbizalommal tudunk pár lépni. Nálatok ez, 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 úgy nevezném, hogy hullámzó a mi játékunk. az utolsó három hazai mérkőzésre rúgtunk 12 gólt, viszont idegenben eddig összesen egy pontot szereztünk. Úgyhogy ezt a hullámzó játékot szeretnénk mi úgy kiegyenesíteni, hogy, hogy most egy győzelemmel szeretnénk. Mennyire, jel és ez is egy párhuzam, mennyire jelent nyugalmat, és mennyire tud erőt adni mindkét társaságnál az, hogy például a Fradinál komoly szponzorok érkeztek, éppen itt valamelyik nap Orosz Pál mondta, hogy most már nyugalomban a fizetések rendben jönnek, nálatok meg egész egyenesen egy, egy új külföldi tulajdonos érkezett a klubhoz. Hát nálunk már hosszú idő óta, mióta új tulajdonosváltás volt, az ott a nyugalomban, mondhatom a, a csapat környékén. Igen, hallottuk, hogy újpesten is érkezett egy komoly befektető, hát a magyar futball szempontjából ez nagyon jó és fontos dolog jöhetett volna egy-két héttel később a számunkra, talán ez plusz motivációt jelentett számokra, de nálunk tényleg minden rendben van. Plusz motiváció lesz, tehát már azért itt volt egy napig, és bemutatkozott a belga tulajdonos, ez már adott akkor a nektek, hogy erősebbek lesznek, amitől több DNS is tart? Hát remélem, hogy adott akkor a biztatás. szimpatikus úri ember, azt el kell mondani, de szerintem ennek hosszú távon lesznek jelei. Most biztos, hogy ad egy nyugalmat a klubnak, és ö, ígéreteket kaptunk sok mindenre, úgyhogy kellő bizalommal várjuk a hétvégét. Mert hogy azért válság még balhé volt nálatok elég, játékosok, vezetők, Fehér Csaba távozása, tulajdonos szóval valószínűleg ez azért a hangulatban is látszik, nem? Természetesen ez látszott a hangulatban is, de ha most, ha most nem jött volna még tulajdonos, vagy még húzták volna ezt a tulajdonosi dolgot, akkor is egy újpest fradi előtt nyugalmat kellett nekünk árasztani, főleg idősebb játékosoknak és vezetőknek az öltözőbe. Úgyhogy ezt meg is beszéltük, hogy mi már hallottunk ezekről plegykákat, hogy jön új tulajdonos, de mindenképpen ezelőtt ez a meccs előtt mindenképpen nyugalom lett volna az öltözök. Dénes, ugye egy csapatkapitánynak, diplomatának is kell lenni, nyilvánvalóan, hogy elsimítsa meg kifelé nek képviseljen konfliktusokat, de például csak egyetlen egy konfliktus, ami volt nálatok, tehát idegen légiósokat kitettek a keretből, aztán vezetők megbocsátottak nekik, ezt az öltöző népe jól fogadja? Mindenki döntést a vezetőség hozta meg. Jelen helyzetünkben kellett erősítés, és a, a két játékosnak a játék tudásával addig sem volt probléma, Hozzábeli, hozzáállásbeli problémák voltak a játékosoknál. Elég hosszú időre a, a kereten kívülre kerültek, és azért érezték a különbséget, hogy csak a tartalékcsapatba edzhettek. Idézőjelben véve megtört személyként, ez nagyon jó hatással volt rájuk, nagyon jól dolgoztak a második csapatnál, és az abdő beállása a hétvégén az jelzi azt, hogy, hogy erősítést is jelent, és a hozzáállásával sem volt probléma. Tehát akkor az öltözői vezérülők megbocsátottak nekik. Mi lesz az eredmény? Ugye a volt edzőközö Pruckner László azt mondta, most a Fradia egyértelműen erősebb csapat, Palajti Ádám azt mondta Újpestről, hogy sokkal jobb csapat, amilyenk. Mészői Géza azt mondta, egykori Újpesti tréner, döntetlen lesz szerinte. Nézzük az eredmény tippeket. Nem szívesen tippelnék, de tényleg jó, jó, jó van a csapat, egy győzelem után vagyunk, és a legutóbbi mérkőzést is, le, is meg tudtuk nyerni. Mindenféleképpen nyerni szeretnénk, tippelni nem szeretnék. Tippelni nem szeretnék, de győzni kell. Igen. Nektek? Ugyanez a véleményem, hogy hogy úgy érzem, hogy most jó. Hiába fel, ülői út, akkor is nyerni mentek. Nyer, természetesen, hát bármi Újpest, Fradi, bárhol van nekünk, ott nyerni kell. Úgyhogy mi, én, is új, én meg Újpesti győzelmet tippelek. De és nem merném eredményszerű eredményszerűen. Eredményszerűen nem, nem egyik. Hát akkor jó összecsapás, meg, meg jó meccset majd nézni fogjuk, és jó felkészülés. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. köszönöm. Köszönjük. köszönjük.